Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, -e? jöjjön! Oberon szerelem! Hát a, a fene elviszi ezt az Oberon szerelemet, hogy őszinte legyek. Napokban fölmentem TS, ezt el kell korrigálva beszélgettünk, és mondta, ú, láttad azt a videót, a Csávó elme 85 véves Defensive szólóba Oberonnal 480 a senemik jöttek. Mondom, mi? Á, na, nem áll, nem áll, na, hogy, mivel, merre, hány, meddig? Na jó van, dobd el, dobd el, a videót, átdobja a videót, megnézem, és nem lövök le semmilyen poént, jó? Beírjátok YouTube-ra 85 v Oberon Def, meg fogjátok találni, és olyan kidobja. Egy 5 perces videó lesz, oké? Okay? Ennyi, ennyit tudok róla mondani. Hát mondom, ilyen, ilyen nincs. Na lássuk csak, hogy milyen volt a srácnak a videó végén ott a modulás, Én is meg fogom nektek mutatni ezt a modolást. Úgy gondolom, hogy egy jó modalás, minden mellett megmutatom azt az azt a modulást, amit én is kitaláltam erre. Tény, ami tény, a kettő modulás. Én inkább a survivoros arc vagyok, szóval az én modulásom inkább arra hajaz és az ottani túlélésre, az övé kifejezetten mondhatni tényleg egy defense modulásra van energia alapú modulás. Mind a kettőt meg fogjátok látni, mert én úgy döntöttem, hogy ezt tesznek vetem alá. Szóval olyan nincs mondom, hogy az Oberon önmagában 85 év. Uh, 380-as Enemik, amikor tudom, hogy mi zajlik 380-as Enemiknél, 460-as Enemiknél, tudom, hogy mi zajlik, konkrétan minden egy hitel. Egy bombard fingik egyet tőled 50 méterre, az egy hitel, és te bele fogsz halni. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy lemásolom um, ezt a bildet, és szeretnék róla nektek egy kicsit beszélni, mi volt az ő elképzelés, és mi az én elképzelésem. Lemásoltam az ő bígyét, összehasonlítottam az enyémmel, és uh, végül arra következtetésre jutottam, hogy az enyém survivor jobb, az övé defense jobb. Szóval kinek mi, hogy tetszik, és mindez egy nagyszerű nullaformás Oberon Prime-ból ki lehet hozni valami egy háromforvás sima operomból ki lehet hozni. Na most, srácok én tényleg nekivágtam, tehát én nekivágtam ennek a 85 éves szóló defense-nek kétszer is nekivágtam, egyszer egy T4 szóló defense-nek, tehát egy tény, régi T4 tower defense-nek, de a legkeményebb voidos defense-nek nekivágtam, 38. vévnél elvérzett a pod. Tehát ezt itt látni fogjátok a videóban is. 38. vévnél elvérzett a pod. Az Oberon még bírta volna, őszinte leszek veletek, ezen a 30. Vagy 38. vévnél egy hiteltek. Tehát egyhit voltam, tehát valami eltalált, konkrétan kicsit keményebb, és nem a bombartól féltem a legjobban, és nem a heavy gunner féltem a legjobban, hanem magától a nullifierektől, és nem azért, mert hogy egy nullifier gömb van alattuk, hanem az az idő, amire leszedem róluk a nullifier gömböt, vagy lelövöm azt a pöcköt, ami a nullifier gömböt e, tartja fent, addig a nullifier akkorát sebzett már, hogy simán képes volt kinyírni, és ugye egy kisebb hadsereg volt a gömbje alatt, az végkép veszélyes volt. Továbbá e, a krúmenektől féltem nagyon, tehát a sodgányok konkrétan kettő, vagy egy hitel, tehát ezek voltak a legnagyobb veszélyek, nem is a bombardok, vagy a heavy gunnerok, tehát az ott a legdurvább. Szóval nekivágtam az én bildemmel, 38. vévnél elvérzett a pod, viszont egy problémám akadt nekem, az pedig ugye az energia fenntartása volt még úgy, hogy zenurik úgy sem voltam képes megtartani az energiát, és tömény valószínű, hogy hát azért is vérzett el a pod, mondtam magamban. Na, hát akkor jó van. És semmi gond. Necron nekivágott egy Survivornek a saját meg megint csak nekivágtam egy Survivornek 168-as enemik konkrétan már egy hiteltek, tehát 168-as enemikig jutottam el, úgyhogy Oberon drágát egyhiteltek. Benne volt a Phoenix Renewal nevű augmentó, de kicsit úgy működik, mint a, Quick thinking, ez az augment, maga lényeg az, hogy megakadályoz egy halálos sebzés kapj, de ez minden 90. másodpercben történik meg. Szóval, konkrétan egyszer megakadályozta, hogy bekapjam a halálos lövést, a következő lövésnél halott voltam. Tehát 168-as Enemikig bírta, de egy pozitívum dolog, és ez mind szólóban, természetesen egy pozitívum dolog volt az egészben, nem volt energia a gondom, és az egész bildem, ami a sajátom, ugye, az rá fókuszál a a hármas képesség folyamatos fenntartására és a kettes képesség gen való harcolásra, tehát idő és, és hármas, tehát időt adtam neki, és 145-ös range de már látni fogjátok a modalást, megmutatok mindent. És ez survivor úgy gondolom, hogy egy teljesen megfelelő build, azzal nem tudsz mit csinálni, hogy tényleg egy random golyó véletlen vala eltalál egy bizonyos szint fölött egy hitelnek. Tehát mindegy milyen warframe kívül, ha valaki ulti, tehát konkrétan egy hitelnek. Nos, uh, hát nem adtam fel a harcot, mondom, 85. vév, hát mi a jó Isten nyila van ezzel, hát uh... Valamit valami, valami tud ez a gyerek, valamit tud ez a gyerek, és, és le a kalappal, le a kalappal, tényleg, csak én tényleg megpróbáltam, úgyhogy rajtatok is el, aki ki akarja ezt próbálni. Nekivágtam az ő bilgyével, tehát lehető legpontosabban másoltam le az ő bilgyet, konkrétan majd, tehát ugyanaz, százalék, 1%-nyi eltéréssel, konkrétan lemásoltam a bilgyét, és hát akkor vágjunk neki azzal a bildel, de most trükkös voltam, mondom, nem megyek el egy legnehezebb Void Defense-re, hanem elmegyek egy ö, ö, sima, ö, ö, kevésbé nehezebb defense-re, tehát a régi T2 void voidra elmegyek, hát ott lazaság van, később jönnek ugye a heavy gunner a bombardok, -ok, a nullifier-okból sincsen olyan sok, mondom, hát hogyha úgy csinálta a srác, hát azért valami, 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 vala, nem stimmel, és Hát elmentem is szintúgy a tetves 38. vévnél, de legalább a, legalább a klámba, a a top aznap a Voidban, a leghosszabb defense -zel. Szóval ott vagyok a top 10-ben Európában is emiatt, hogy ezzel kiillódtam. A vicces az, hogy, hogy a 38. vévnél ugyanúgy elvérzett a pod. Tehát nem az Ober lett volna a pod. És ez volt a legnagyobb dolog, ami szemet nekem a Schransznál és az Oberonnál, hogy tudom, hogyha valami megérinti a podot azon a szinten, mert jártam volt egyszer de azon a szinten egy Nilussal, és és nem is egyszer mondjuk, és tudom, hogy azon a szinten bármi egyszer, Max kétszer megüti azt a podot, az a podnak ott annyi. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy valami nem stimmelt. Ö, el. Tehát. El tudom hinni, hogy az ember meg tud lépni 400-as enemiket, mert tényleg meg lehet lépni 400-as és plusz, 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 plusz enemiket uh, Warframe-ben. De hogyha nem egy olyan frémet viszel le, ami erre igazán alkalmas, gondolok itt egy ivorára, mondjuk defenzen ivarával se nagyon-nagyon-nagyon de például egy Survivor ivorával aztán végtelenségig tudsz menni, esetleg egy. Uh, Öm, oktáviával talán végtelenségig tudsz menni, szóval. Ö, azt kell, hogy mondjam, hogy kezdett egyre gyanúsabb lenni nekem ez a videó, így aztán. <kül> Persze, valószínűleg azért, mert béna vagyok, és tényleg nem tudom, hogy kell warframe és nem tudok elmenni 485-es enemikig szólóban egy Oberonnal. Egy Oberonnal. De újra kezdtem nézni a sászlok a videóját. Természetesen az feltűnő volt. Valószínűleg volt neki Arcane Energize, Arcane Guardian, tehát ami azért megvédte a bejövő Demistől, de 400-es enemekről beszélünk. Tehát konkrétan egy lövést kibírsz a második, a második lövésnél megvéd a Fönix nyúl, de a harmadik lövéstől már semmi nem véd meg. <laughs> konkrétan. Tehát uh, ugye, hogy összesen, a kiszámolom, 400 as szinten nagyjából egy öt lövés bírsz ki, Arcane Guardian, Phoenix Renewal, és utána már marad, ami marad <laughs> konkrétan. Uh, a természetes védé, és hozzáteszem mindezt, hogy volt nála egy Sylvain Aegis. Szóval a Sylvain Aegis 85%-os damage képes Uh, felfogni. Nekem nincs Prime Silva, én égiszem, no para volt, ACK bruntom. Ugyanazok a jellemzői fölfogja a damage de kegyetlenül fölfogja fogja damage -et. Kipróbáltam, uh, 8 darab 140-es bombard ellen a szimulakronban egyszerre hagytam, hogy lőjenek konkrétan kibírt 8 lövés, csak úgy, hogy nem volt bekapcsolva uh, a, a, a élettöltése az Oberonnak, csak védekeztem az ACK Bruntal és, és kibírt azt a 8 lövést. Damage-ben sajnos az ACK a Brunt nem közelíti meg a Prime Aegis-t, és minden volt nála egy Prime Sibaris Beach, please. Na most én is vittem magammal uh, Dex Sibaris, majdnem ugyanaz a kettő erőre, éppen hogy csak egy picit a, a Prime Sibaris elméletileg erősebb, szóval nagy különbség a két összeállítás között nem volt, mint mondtam, pod elvérzett. Aztán újra megnéztem a srácok videóját, ezt rájöttem, hogy csak 5 perces videó, és itt jön benne az egész trükk, szóval. 5 perces videó. Tegyük fel, hogy hozzuk a három legópébb warframe egy defense és ott van egy Oberon. Um, elmegyünk konkrétan 80 vévig, vagy hát nem is tudom, 80 vévig esetleg, tehát az a leglogikusabb. 8, sőt, nem logikus, 84. vévig elmegyek velet a spanokkal, elmegyek a spanokkal 84. vévig. A 84. vévnél a spanok kilépnek, Konkrétan, A board mission, és én lehozom az utolsó vévet. És meg is tudom mondani nektek, hogy ez hogy lehetséges, amint látjátok körülötte egy kisebb hadsereg van. Na most, amikor a második nekifutásra mentem, én első nekifutásra csak egy, egyetlen egy centrit vittem magammal, egy kromát, egy sima szélén égisszel, és egy Burston prime Második nekifutásra már vittem magammal a kisebb hadsereget, de tényleg volt ott minden. Ancient Healer elvonja az, az enemik figyelmét, volt ott Bombard, volt ott Clem, volt ott Specter, volt ott Shield of Spray, minden volt mindent vittem magammal, és egy dolgot nagyon is észrevettem, sőt, kettőt vettem észre az ő videójában, eleve kevesebb enem jön, mint nekem jött, azt hozzá kell tegyem, és, és észrevettem azt konkrétan, hogyha fent van a kisebb hadsereged, a pod, majdhogy nem teljes biztonságban van. Amikor én is nekifutottam a második menetnek, konkrétan a pod élete meg sem moccant, minimum vév 40-ig, tehát meg sem moccant, és csak azért moccant meg, mert kicsit én sem figyeltem, annak be tudtak jönni az elemik, de meg sem moccant, annyira elterelik a, a spektrék a, a figyelmet gyakorlatilag. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy 400-es ide vagy oda, de mivel, hogy ez csak egy 5 perces videó, és csak a 85. vévet mutatja be nekem, túl gyanús. Megesett, hogy tényleg öm, egyszerűen nem bírok annyi felé figyelni, tehát annyi felé figyelni, mint hogy öm, ez a srác figyel, és annyi, olyan szintű használata a képességén Oberonnak, mint ahogy a srác csinálja, és, és ezért halt el a pod, mert egyszerűen tényleg 60 felé kell figyelned. És félreértés nemesség, ezt kipróbáltam ugye még egy Excavation Plutó hierakonon is, és hát amint láthatjátok a videóban, hát e fölött, a szint fölött már nem volt értelme benn maradni, mert egyhitelték az excavátort és egyhiteltek engem is. Hát így... Nagyon tudhat valamit az a srác, vagy nagyon nagy fék van a videó mögött azt kell, hogy mondjam. Tehát tényleg az volt, vagy lement a haverokkal 80 vé... 84 vévet, a haverok kiléptek, és ő tolta le az utolsó egy vévet, mert azt meg lehet csinálni szóló. Azt, azt meg egy vévet meg tud csinálni bárki szólóba, konkrétan. Úgyhogy Srácok, nem tudom, ti lesztek a bírái, minden esetre ezek az én ez az én és a srácnak a modulása Oberonra. Szerintem mind a kettő nagyon jó. A srác egy tényleg nagyon jó, egy defenses Oberonra. Tényleg jól működik rá, és az enyém tényleg jó volt egy survivorre szólóba is akár. Tehát 168, ahol már egy hiteltek, ott már nem volt értelme ben maradni gyakorlatilag, tehát annál többet még az Oberon se bír ki, még egy Steel Fiber-t is belerakhatok elő, eleinte azzal volt, még úgy se tehát megvannak a határai az Oberonnak, egy OPS fuck warframe, de szólóban főleg megvannak a határai, hogyha a csapat körülötte ott van, mondjuk ott lenne egy Frost Bubi, akkor az Oberon tökéletes lenne, um, az enemiknek, az armorjának a csökkentésére, tehát konkrétan a a megszüntetésére, mert ugye az Oberon ultizol, 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 konkrétan és az enemi armorja eltűnik, hogyha arról van szó, szóval gyanús, el tudom hinni, de nagyon nehezen de nagyon nehezen. Tehát nem tartom magam kifejezetten rossz Warframe játékosnak, főleg, főleg azon a téren, hogy mozgáskultúra, fegyverek használata, kombináció és figyelem téren, úgy gondolom, hogy sok felé tudok figyelni, de ez nekem sok volt ebből a szempontból, tehát hm, nem tudom, próbáljátok ki, menjetek már el 85 végig szóló defense de könyörgöm, ne csak az utolsó 5 percet rakjátok fel, ahogy lehoztok egy vévet, hanem, hanem csináljátok egy videót arról, hogy az elején egyedül vagytok, mondjuk a nullától 20, 20 végig, mert akkor tudom, hogy úgy senki nem csatlakozott be, és úgy, hogy utána mondjuk az utolsó vévet fölveszitek, az, az mondjuk még úgy, tehát teljes mértékben lehet csalni egy videóval, eh, azt kell, hogy mondjam, uh, akárhogy, de szívesen végignézném azt, hogy 0 85-ig valaki tényleg elmegy uh, a legdurvább defenzen a Voidban, 0 85-ig ezzel a bilden, amit itt a sárc csinált, amit láthattok a videóban is, um, el tud menni 0 85 végig, 400-as enemikig. Um, tehát én, én már, tehát Konkrétan a pod, a pod volt az, ami nem bírta. A Oberon se bírta volna egy adott ponton. Az az igazság, de ez, ez számomra azért egy kicsit érdekes volt. Nos, srácok, köszönöm a figyelmet. Következő videóik. ha tetszett az videó, dobj egy iratkozzatok föl. Következő videóik. sziasztok!